Hello. Jó reggelt, Fiala János vagyok. Jó reggelt, kívánok. Csináljunk úgy, hogy azok érdeklődését is felkeltsük, akik nem érdeklődnek minimálisan sem az úgynevezett zsidó vircsaft iránt, független attól, hogy ezt egyébként egy zsidó vircsaftnak neveznéd-e vagy sem. A Jeruzsálemi Főrabbinátus Bíróságán a polgári tagozata Sziván 27-én hétfőn hozott határozatot abban a perben, amelyet a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraeliti Hitközség, MAOIH és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, EMIH indított a magyarországi zsidó felekezeteknek nyújtott állami örökjáradék újra elosztásának ügyében. Hetekkel, talán két hónappal ezelőtt részletesen beszéltünk arról, hogy ennek mik voltak az előzményei. Az elosztás arányainak, én csak idézem, ugye erről még írásos közlés nem lesz, és talán később sem, mert ez a szervezet, ez a mindét, ez nem szokott tudtommal kiadni papír, de te ezt majd elmondod részleteiben. Az elosztás arányainak meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes közösségek aktivitását, illetve azok számát, akik részesülnek a hitéleti és azokat közvetlenül kiegészítő tevékenységek jótékony hatásából, amennyiben az elosztás korábban nem a fenti szempontok alapján érvényesült, úgy helyes a már kialakult aránytalanságokat orvoslandó pozitív megkülönböztetést alkalmaz, az, hogy a múltbéli hibás elosztás kompenzálva legyen minden érintett irányába. Akarsz-e abban a kapcsolatban megnyilvánulni, hogy vajon a MAOIH miért maradt távol, illetve hogy a MAOIH távol maradásának milyen érdemi következménye van, ha egyébként volt érdemi, vagy van érdemi következménye? Erről azért szoktagon beszéltünk a múltkor, ha jól emlékszem, de természetesen is lehet ráutalni. Ugye arról van szó, hogy egy zsidó vallási szervezet, vagy egy vallásos zsidó, az a vitás ideig, azokat mindenek előtt egy vallási bíróság, egy szabinikus bíróság előtt kell, hogy rendezze, és erre tett kísérletet, sőt, azok után, hogy először teren kívül egy tárgyalóasztalnál szerette volna az ortodox hitközség az általán felvetett problémás kérdéseket a MAOIH-tal megvitatni, és ez visszalett utasítva. Ezek után elretett kísérletet a rabbinikus bíróság Jeruzsálemben a Magyarországi Ortodox Hitközség, amihez mi is csatlakoztunk. Az, hogy a MAOIH ebben nem vett részt, azon túl, hogy ugye azért abszurd, mert a MAOIH alapdokumentum azt rögzíti, hogy ugyanazokat a vallási elveket követik, mint általában a hagyományos zsidó közösségek mindenütt a világon, és ez ugye kötelezni őket arra, hogy egy ilyen eljárásban részt vegyenek. Emellett szerintem arról tett tanúbizonyosságot, hogy itt valóban van valami megtárgyalni való, hogyha ennyire élből visszautasítanak minden tárgyalóasztalhoz való ülést. Talán remélem, hogy most mégiscsak valamilyen módon. Hány ülés volt? Mert összességében, ha jól emlékszem, kettő vagy három. Ez engedett arra, hogy a MAOIH nem ment el, ezért nagyon sok tárgyalni való nem maradt a bíróságnak, ugyanis a... Elnézés, mint egy film, tehát megpróbálnád érzékeltetni azt, hogy egy ilyen tárgyalás hogyan zajlik. Szerintem a nézők, hallgatóknak cseki része tudja, hogy ez hogy zajlik, én konkrétan egyáltalán nem. Hát nem tudom, hogy te vagy a kedves hallgatók, tudják, és hogy zajlik egy polgári bíróság, mert nagyon nagy különbségek azért nincsenek magában a logikában, és a logika az az, hogy valaki, aki ugye ezt indítja, a felperes, bead egy keresetet, ebben részletesen leírja az érveit, és leírja a keresetét, és hogy mit lehet elérni az adott eljárásban. Ez a kereset benyújtásra kerül a bírósághoz, a bíróság ezt befogadja. Jó, de ez a BD-n ez hány emberből áll? A BD-n ugye hagyományosan három emberből kell, hogy álljon, és ennek ugye nagyon komoly irodalma van tulajdonképpen egy 3000 évre visszamenőleg, hogy különböző szintű BD-nek léteztek a zsidó bíróság hosszú történelmében. Ugye valamikor 2000 évvel ezelőtt a legfelső bíróság az 71 tagból állt, és ez volt a Sanhedrin. Ennek ugye 2000 évvel ezelőtt büntetőjogi, akár halálbüntetéseket kirogó felhatósága is volt. Azután a zsidók
diaszporába kerültek. Maradt a háromtagú bíróság, ami lehet egy fix bíróság, lehet egy választott bíróság, de általában ez a három tag az, aki magát az eljárást viszi. A visszatérve ugye a keresetet utána a bíróság Türelem, mi alapján dönt a bíróság? A beadott anyag alapján, vagy bekérhetnek anyagokat? Hogyan működik ez? Hát ilyen szempontból nagyon hasonló, mondjuk egy polgári bírósághoz, hogy a keresetet elküldik a balpereseknek, és megkérik őket, hogy ők is bocsássák rendelkezésre a saját álláspontjukat, ezek után pedig, illetve ezzel párhuzamosan kitűznek egy dátumot, amikor személyesen várják a feleket. Ugye, ha a felek megjelennek személyesen, akkor a bíróság meghallgatja mind a két oldalt, vagy az összes oldalt. Ha úgy gondolja, hogy nem hallott mindent, illetve további kérdései vannak, akkor kitűz egy további időpontot, és utána pedig meghozza a döntést. Ugye, ami különleges a vallási bíróságnál, a BB-nél, hogyha a valamelyik oldal nem jelenik meg, akkor a bíróság elvi állásfoglalást adhat ki. Nem úgy, mint például a polgárbíróságnál, hogyha valamelyik oldal nem jelent meg, akkor egyszerűen csak helyben hagyja a keresetet. Ugye ennek az az oka, hogy a vallási bíróságnak kb. 2000 évvel ezelőtt nincsen végrehajtó hatalma, és ezért ebben az esetben, mint például most, hogy a mazsikis nem jelent meg, egy elvi álláspontot tudott kiadni a Bédin tekintet arra, hogy a mazsihit nem jelent meg. Ezzel együtt viszont, amit minden ilyen vallási bíróság megtett, akkor, hogyha valamelyik fél nem tesz eleget ennek a vallási kötelezettségének, hogy egy nagyon szigorú szirúvot, a szirúvot tulajdonképpen egy ilyen, nem tudom mi ezzel aspekt, kiátkozás vagy kiközösítés, ad ki arról a félről, aki nem jelent meg, és aki megkérdőjelezte a vallási kánonjognak a felhatóságát, arra való tekintettel, hogy ugye 2000 éven keresztül a vallásos zsidók és a zsidó vallási közösségek közötti ügyek rendezésének alapfeltétele volt, hogy a zsidó vallás jogrendszerét, kánonjogát kölcsönösen hitelben tartják. Az emélyehet, illetve a maóihot ki képviselte? Egy úgynevezett Tohén Rabani, ami tulajdonképpen egy ügyvéd, vagy egy jogi képviselőhöz hasonló. Ugye ebben a mi esetünkben ez egy olyan Tohén Rabani, aki egyszerre polgári ügyvéd, és a rabinikus jogrendben is jártas, és rabinikus bíróságokon is eljár. Ugye ami Izraelben különleges az, hogy ez a vallási bíróság, tekintettel arra, hogy Izraelben az egyház és az állam nincs olyan szigorúan szép állat, mint mondjuk Magyarországon vagy az európai államokban. Így a vallási bíróságnak sok esetben polgári ügyekben van polgári jogi tehatósága is. Tehát akár ilyen értelemben végrehajtó hatalma is. Tehát például a családi ügyek, házasság, válás, bizonyos esetekben öröklés, ilyen ügyekben. Milyen nyelven folyik a tárgyalás? Természetesen héberül. Mit mond ki ez az elvi állásfoglalás, különös tekintettel arra, hogy ez szóban hirdetik ki, vagy van ennek írásos változata? Én úgy tudom, hogy nincs írásos változata, akkor a szóbeli változatnak hogyan lesz magyar lenyomata? Nem, természetesen van írásos változata, amit az összes érintett fél megkapott. És ez azt mondja ki, hogy? Azt mondja ki, ami le van írva abban a közleményben, amit az ország tisztességére mi is kiadtunk. Ezt végigveszi pontokként, hogy először is, hogy mennyire súlyos az, hogy az egyik fél nem jelent meg, és hogy ezzel tulajdonképpen kiírja magát a zsidó vallási közösségek sorából, és utána pedig végigveszi azokat az elvi pontokat, elvi kérdéseket. Igen, de hát ugye amikor azt mondja, hogy az elosztás arányainak meghatározásánál figyelembe kell venni az egyes közösségek aktivitását, akkor ugye a mazsihisz hazai álláspontja szerint, amit itthon mondtak el, hogyha az adó 1%-ának befizetését veszik figyelembe, amit egyébként ők mértékadónak tekintenek, akkor
a tekintetben, vagy azt szerint nem kéne változtatni a pénzek elosztásán. Miközben egyébként ugye ez a BDIN azt mondja, hogy a korábbi végzés jogerőre emelte, amelynek értelmében felkéri Magyarország kormányát, hogy függessze fel a pénzeszközök kifizetését egészen addig, amíg az elosztással kapcsolatban új kritériumokat meghatároz, kapcsolatban új, a jogszerűség és az igazságos elosztás talaján álló kritériumokat meghatározása valamilyen módon nem jön létre. Ugye ez természetesen így van, csak ugye János, hogy mindannyian elfogadjuk, hogy a bíróság meg a jog, meg az erkölcs nem úgy működik, hogy kicsúsz, hogy az, ami tetszik, azt elfogadom, ami pedig nem, azt nem. Ugye ez az ítélet azt is kimondja, ez az elvi határozat azt is kimondja, hogy emellett figyelembe kell venni még azt is, hogy ez az aktivitás milyen jellegű, ítéleti, kulturális, szociális esélytovább, és ami a legfontosabb, hogy figyelembe kell venni a történelmi viszonyokat is, hiszen ez a támogatás, az úgynevezett örökjáradék nem csak egy céltámogatás a vallási élet fellendítésére, hanem egy anyagi kárpótlás is. Ezért a háború előtti, illetve a kommunizmus általi államosítás előtti viszonyokat, birtok jogviszonyokat is figyelembe kell, és ebben a tekintetben pontosan ez volt az, amit az ortodox hitközség így ezt felróltam az észnek, hogy ezeknek az ingatlanoknak, aminek a fejében a zsidó közösség egészen az örökjáradékot kapja, ezeknek a legnagyobb, vagy egy nagy része, legalább körülbelül a fele az ortodox hitközséghez tartozik. Tehát mindezeket a szempontokat kell figyelembe venni, és nem csak egy adott szempontot. Ez megint egy más kérdés, hogy az 1%-os felajánlások azok tulajdonképpen mit mutatnak ki, azok valóban kimutatnak-e valamilyen vallási közösségi aktivitást. Erről is lehet beszélgetni, de ahhoz, hogy lehessen beszélgetni, ahhoz legalább ezt a kölcsönös tiszteletet meg kellene egymásnak adni, hogy leülünk egy asztalhoz. Ugye hát azért a folytatás nem lesz magától értetődő, bár ebben lehetséges, hogy tévedek, hiszen a Mazsihisz nem fogadta el a BDIN-nek az illetékességét, amivel kapcsolatban te azt nyilatkoztat, hogyha a Mazsihisz nem fogadja el, hogy a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bírósága döntsön három zsidó szervezet vitájában, azzal azt deklarálja, hogy nem tekinti magát egyházi szervezetnek. Oké, rendben van, végül is mondhatja azt a Mazsihisz, hogy ez az Action tipikus esete, ugyanakkor ez a BDIN végzés azt mondja, jogerőre emelt, ez végzés, vagy ítélet, vagy ennek mi a neve? Van különbség, de jó, akkor mondjuk azt, hogy ez az izé, akkor... Mi a különbség? Na nézd. Tessék? Jó. De ebben most akkor nem fogunk elveszni. A jogban tanultam, hogy a végzés az talán a nem jogerős változat, az ítélet az, ami a jogerős, de ha most akkor nagy baromság. Akkor ilyen oké, rendben van. Azt mondja ez az ítélet, hogy az örökjáradék folyosítájaként kényszerű alperesi pozícióban lévő magyar államképviselője. Mit jelent az, hogy kényszerű alperesi pozícióban lévő magyar állam? Hogy kényszerűen bevonódik ebbe a perbe a magyar állam, miután ennek a három szervezetnek a megállapodását korábban egy kormány határozott hagyta jóvá? Hát nem csak amiatt, hogy a kormány határozott jóvá hagyta a három fél megállapodást, hanem azért, mert a történet végén a magyar kormány az, amelyik a magyar államot képviseli abban a kárpótlásban, amit mind a három zsidó felekezet felé teljesítenie kell. Tehát ugye egy kérdés az, hogy ezek a szervezetek egymás között vitatkoznak arról, hogy ennek a vagyoni elosztása az milyen arányú és milyen mértékű legyen, de ez ugye nem lehet függetleníteni attól, aki végül is a kifizetést végzi, és ilyen értelemben kényszerű bevont elteresi pozíció van. Ugyanakkor azt mondja tovább a szöveg, hogy még egyszer az elejétől az örökjáradék folyosítójaként kényszerű alperesi pozícióban lévő magyar állam képviselője dr. Fülyes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a magyar kormány figyelembe kívánja venni a BDIN elvi jogi állásfoglalását. Most ezek szerint, illetve kérdezem, hogy dr. Fülyes Zoltán vagy a magyar állam bármilyen módon is részt vett-e ezen a BDIN tárgyaláson bármelyiken is,
E, a másik pedig az, hogy Füriyes Zoltán rendkívül bonyolult felelős helyettes államtitkár tájékoztatása egyébként hol található, mert hogy ugye ebben a szövegben az van, hogy a magyar kormány figyelembe kívánja venni a Bédin elvi jogi állásfoglalását. Én kerestem dr. Füriyes Zoltánt a Facebook oldal alapján, mert máshol nem találtam meg, de a fülebotját nem mozgatta, beleért, hogy lehet, hogy el se jutott hozzá az én megkeresésem. Honnan lehet tudni az, hogy Füriyes Zoltán ezt tényleg mondta a magyar állam nevében? Hát ugye mindenek előtt ebből a végzésből lehet mondani. Ugye tekintettel arra, hogy a magyar kormány, ahogy az előbb végeztük, ugyancsak alteresi, ha csak formálisan is, de alteresi pozícióban van a Bédinnel, ezért a Bédinnel ők ugyanúgy kommunikálhattak, mint minden más fél. Úgyhogy feltételezem, hogy ezen kommunikáció révén történhetett az meg, hogy a magyar kormányképviselő kifejtette, hogy nem tudja figyelmen kívül hagyni sem a három ütközségből kettőnek az álláspontját, kérését, sem pedig a vallási bíróság döntését. De te egyébként Füriyes Zoltántól bármilyen papírral rendelkezel, vagy ez a Bédin ítélet mondja ezt ki? Nyilvánvalóan én, mint egy felelősen eljáró felperes, igyekszem minden információt megszerezni. Tehát van arról információm, hogy volt a Füriyes Zoltán által képviselt államtitkársa és a Bédin között levélváltás, de nem gondolom, hogy ezt úgy tekintetem, hogy ez az én birtokomban van. Én ezt értem, de ezzel kapcsolatban a magyar állam valahol megnyilvánult, amit én megtalálhattam volna, de felszínességem következtében nem sikerült, vagy ilyen szövegjeleg nem fellelhető? Hát ha jól értem, akkor ezt a magyar állam nagyon helyesen egy minden más jogi vitában, vagy nem jogi vitában, nem a nyilvánosságnak szánt kommunikációnak szánta, hanem a bíróság, illetve a hitközségek felé történő kommunikációnak. Tehát szerintem ilyen a kommunikációnak ezen nyomai a nyilvánosságban nem felelhetőek. Korábban a Mazsihisz megnyilvánulása az volt, hogy az Emik és a Malohi azért keres jogorvoslatot izraeli vallási bíróságon, mert ettől két dolgot remél, anyagi hasznot és a Mazsihisz ellehetetlenítését. A magyar jog szerint követelésük reménytelen, mert jogtalan. Uh-huh. Valójában a Bédin ítéletének csak akkor lehet érvényt szerezni, hogyha azt a magyar állam komolyan veszi. Most elmerülhetünk ebben a kérdésben, és én teljesen értem ezt az ambíciót, tulajdonképpen ez, ami talán érdekessé tesz. Ez nem ambíció, csak az a kérdés, hogy miután... De azt akarom mondani, hogy ezzel ez a történet végén el lehet abban merülni, hogy valóban... Figyelj, Slomo, egy pillanatra várjál. Most te várj. Ha jól értem, ha most Izraelben lennénk, akkor ez egy kikényszeríthető ítélet lenne. Azt mondtad, hogy ez az állami igazságszolgáltatásnak a része. De hát nem ez az elsődleges kérdés. Nem az elsődleges kérdés, hogy nem a joghatóságok kérdése a kérdés itt most elsősorban. Annyira egy egészen más példát. Mondjuk a Hágai Emberi Jogi Bíróságnak a döntései. Kikényszeríthetőek? Nem kikényszeríthetőek? Van joghatóságok? Ez részben politikai kérdés, részben pedig erkölcsi kérdés. Ha én azt gondolom, hogy van olyan, hogy emberi jogok, és erre felesküdtem, akkor valamilyen módon arra választ kell adnom, vagy azt mondom, hogy ez a bíróság valójában nem az emberi jogokat tartja szem előtt, vagy azt kell mondanom, hogy nem érdekelnek az emberi jogok, de az, hogy azzal elkezdek hadonászni, hogy ennek nincs joghatóság, az teljesen abszolút. Ha én egy zsidó vallási szervezet vagyok, akkor mit tudok azzal kezdeni, hogy valaki azt mondja, hogy nem ért velem egyet, és szeretné ezt velem megbeszélni. Én ezt elutasítom. Majd amikor a saját magam által deklarált vallási szabályokat megfelel, vallási bíróság elé hív, akkor elkezdek teljesen abszurd okoskodásba kezdeni arról a kapcsolatban, hogy ennek van joghatóság, vagy nincs, amikor nem ez a kérdés. A kérdés nem az, hogy van ennek a bíróságnak joghatósága, nem egy joghatósági kérdés. Ez elsősorban egy erkölcsi és vallási kérdés, és egy történelmi kérdés. Az, hogy van egy olyan szervezet, amelyik az elmúlt 20 évben csak az örökjáradék jogán 30 milliárd forintot kapott a magyar államtól, kárpótlás gyanán, és annak gyanán, hogy a zsidó életet felvirágoztassa. És van két másik hitközség, amelyik ennek az 5%-át sem kapta meg. És ugye fölmerül a kérdés, hogy
mit történt ezzel a 30 milliárd forinttal, mi az, ami ebből megszületett, mik azok az iskolák, mik azok a közösségek, amelyek ebből a pénzből megszülettek, és mi az a vallási élet, ami ezáltal fel lett virágoztatva. És amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor nyilvánvalóan fölmerül az a kérdés is, hogy jogos volt egyáltalán, hogy ezek a források ehhez a szervezethez, és ezen belül is egy nagyon szűk csoporthoz kerültek, nem lenne érdemes újra gondolni. És amikor az újragondolásra megtörténik a kezdeményezés, akkor erre mindenfajta kezdeményezés vissza van utasítva, el van kezdve valamilyen értelmetlen jogászkodás. Én ezt értem. Ez a szervezet úgy van beegyezve, mint egy zsidó egyház, de a saját egyház szabályai nem veszik komolyan. Én ezt értem, ez a, de... Ez a lényeg. Én ezt tökéletesen értem, de lehet ez két dimenzió, hiszen attól tartok, hogy a nemzetközi jogban Magyarországnak valamilyen jognyilatkozata a Hágai Nemzetközi Bírósággal kapcsolatban van, hogy ez pontosan milyen, ebből nem készültem, de feltételezésem szerint ilyennek léteznie kell. Az, hogy a BD-nél kapcsolatban van-e ugyanilyen, azt neked kéne tudni. Várjál, lehet, hogy ezt utára lehet. Nem a BD-i nyomhatósága a kérdés, hanem az, hogy a magyar állam, ha már a jogról beszélünk, akkor az, hogy a magyar állam kötelezte magát 1990-91-ben, hogy részben a Párizs békeszerződés jegyében a zsidó közösségek felé történt jogtalanságok, részben pedig általában az egyházak felé történt jogtalanságok okán, ezt úgy kívánja rendezni, hogy, és itt azt mondta, hogy úgy kívánja rendezni, hogy egy örökjáradék formájában kárpótolja ezeket a közösségeket, azért, hogy ezeknek a közösségeknek a vallási élete fellendüljön. A magyar államot jogilag is köti ez a kötelezettség. Nem tekintheti úgy a mazsinszel kötött szerződését, hogy az valamilyen olyan előjog, ami olyan előny szerez, vagy olyan előny indikál a egy zsidó hitközségnek a háromból, amire egyáltalán biztos, hogy rendben van, de itt van előttem, Slomo, a 11-20-2012 április 21-i kormányhatározat, amely a jelenlegi állapot rögzíti, és ennek a 12. pontja azt mondja, felek kinyilvánítják, hogy a jövőben tartózkodnak minden olyan lépéstől, kezdeményezéstől, amely a másik fél bármely néven nevezendő bevételei csökkenését eredményezheti. Igen. Mi a kérdés? Hát az, hogy ez szabályozza, tehát ennek mentén itt kellett volna ebben kapcsolatban bármilyen kifogással föllépni. Uh-huh. Most ugye a helyzet az az, hogy 2012-ben az előtt... És arról nincsen szó, hogy a ti bevételeitek csökkentek. Arról van szó, hogy a ti bevételeitek nem nőttek. Ez a 2012-es április 21-i kormányhatározat megállapított olyan arányokat, amellyel kapcsolatban nem állított szabályokat a tekintetben, hogy ezek az arányok hogyan változtathatóak meg. Azt mondja, a jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, mondja a 11-es pont. A felek minden év szeptemberében értékelik jelen szerződés végrehajtását. Slomo, mit állapítottatok meg tavaly szeptemberben? Én ezügyben az ég egy adta világán nem tapasztaltam semmit. Nem találtam semmit. Itt van előttem a szöveg. Oké. Ez a szerződés alapvetően Magyit akkori elnökének, Felmájer Péternek, egy nagyon gyakorlati szemfüles jogász, a szemfülességét jelzi. De ez egy kormányhatározat, nem ez a Felmájer Péternek a mondatai. Ez nem egy kormányhatározat, ez egy háromoldalú megállapodás, amit a kormány 2012-ben tudomáshoz vett. Ez a megállapodás, ebben a megállapodásban Felmájer Péter nagyon vigyázott arra, hogy még véletlenül se legyen szó örökjáradékról. Ez a megállapodás az örökjáradékot osztja föl, hanem arról szól, hogy a Mazsit fölismeri, hogy a másik két hitközség gyakorlatilag nulla forrással rendelkezik, és ezért van olyan kedves, hogy a Mazsi nevében megígéri, hogy mostantól örökre forrást juttat ennek a két szervezetnek. És ezt amúgy az örökjáradékból fogja juttatni. De ő kifejezetten ügyelt arra, hogy ne az örökjáradékból legyen. Én ezt értem, de attól mégiscsak ennek a kormányhatározatnak a megállapodási mellékletet. Pillanat. És ezt a forrás az örökjárékba jutatja, ezért a mellékete, vagy ezért van csak köze az örökjárékhoz, és azért figyelt erre, azért figyelt erre nagyon, nagyon szigorúan, mert pontosan tudta, hogy abban a percben, hogy engedi, hogy az örökjárékról legyen szó, akkor tarthatatlan az a jogtalan pozíció, amivel a Mazsi rendelkezik. Különben Felmár Péter egy két hónap ezelőtt maga is lenyilatkozta,
hogy soha nem mondta, hogy ez a megállapodás igazságos lenne. Én azt olvastam, de a Feldmayer Péter nyilatkozatai nem bírnak jogerővel. De most még ezt nem jogerőről beszélünk. Hát arról beszélünk, hogy van egy kormányhatározat, és ahhoz képest bárki bár... Van egy igazságtalan helyzet, és ebben az igazságtalan helyzetben van egyszerűen a jó érzés és a jó hiszeműség a kérdés, nem pedig a jogszerűség vagy a jogtalanság. Hogyha a fejezet szorítanak egy pipkolt, és azt mondják, hogy jó, hát akkor így életben hagyunk, hogyha ezt aláírod, akkor utána nem lehet arra, hogy hivatkozni, és a gyakorlatban, mint a mi esetünkben nem erről volt szó, de az öltözhitőség esetében maximálisan erről volt szó, hogy egy kiszolgáltatott helyzetben, hogy éveken keresztül a mazsihisz, az öltözhitőségnek járó kárpótlást dezsegelte, majd nagyon nagy lelken kölcsön adott az öltözhitőségnek évről évre, majd számon kért ezeket a kölcsönöket, és amikor de az öltözhitőség még se járja egy pillanat, akkor azt mondja, jó, hát akkor állapodjunk meg a következőben, így írd alá. Jó, én ezt értem, nem tudom, hogy egy veled folytatott beszélgetésben lehet olyat mondani, hogy az Isten áldja meg, nem tudom, hogyha netán blaszfémiát követtem volna el, akkor Isten áldása, az mindig egy pozitív darab. Rendben van, de van itt egy kormányhatározat, aminek a szellemével egyetértetek, az arányaival nem. Az a kérdés, hogy miután minden szeptemberben ezt a szednek, a szerződésnek a végrehajtását értékelni kellett, van-e olyan szöveg, ami számomra eljutatható, hogy 2020 szeptember... Nem, mert a mazsihi soha nem szerette volna ezt értékelni. Tehát az ember az első alkalommal nem jött érte az értékelés. Mit lehet annak érdekében? Tehát te most jelen pillanatban Füries államtitkárban bízol, aki egyébként a maui szövege szerint érvényt óhajt szerezni valami... Én nem, de szerintem ezt rakjuk rende. Én nem Füries Zoltán államtitkárban bízol, hanem tisztelem, nagyon emberi és jó szakmai a kapcsolatunk. Én nem benne bízom, én a jó érzésben és a jó hiszeműségben bízom, és abban bízom, hogy a történet végén azért általában az igazság valamilyen módon manifestál, kell, hogy manifestálódjon, és amúgy pedig általában a jó Istenben bízom. Nem mondanám azt, hogy a bármilyen földi hatalomban bízom. Oké, akkor még egy dolgot kérdezzél, és aztán lenne még egy röpke, nem analóg, de egy másik történet. Azt áruld el nekem, hogy ez ügyben nekem egyébként nagyjából mikor kéne fejleményt tapasztalnom? Hát én azt gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban valamilyen módon ennek az ügynek kell, hogy legyen folytatása, mert én nem tudom elképzelni, hogy akár a mazsihit, akár a magyar kormány megteheti, hogy teljesen semmi bevesz két zsidó hitközségnek a kérését. Volt már hasonló az elmúlt időben? Már milyen tesszük? Hát, hogy ez a Bédin bármit mondott volna, ami egyébként Magyarországra hatással. Nem, szerintem ez a magyar egyháztörténetnek egy első és történelmi eseménye, hogy egy vallási bíróság egy ilyen ügyben döntéshozni, és azt kell mondani, erre ilyen értem nagyon büszke vagyok, mert azt azért a nyilvánosság számára kifejezte, hogy az természetes dolog, hogy zsidó közösségek között is vannak viták, mint ahogy minden közösségben, meg minden ember között lehet vita, de a zsidó közösségek legalább egy része tiszteletben tartja azt, hogy ezeket a vitákat a saját hagyományai szerint, a saját vallási, erkölcsi szabályai szerint próbálja meg rendezni. És ez szerintem önmagában egy nagyon pozitív üzenet, mert itt legalább a kárnak közvélemény számára ismerté válhatott, hogy létezik ilyen, hogy zsidó kánonjog, hogy a zsidóságnak vannak saját vallási hagyományai, amelyek nem csak az imádkozás és a liturgia kérdéseire szólnak, hanem az élet minden területére, arra is például, hogy a két ember, két közösség között pénzbeli jogi vita van. Oké, rendben van. Van itt még egy történet, nagyon sok történet van. Az emich vezető rabbija, Köves Lomó egy jeruzsálemi vallási bírósághoz Bédin fordult az örök járadék elosztásának ügyében. A mazsihisz megkérdőjelezte a jeruzsálemi bíróság joghatalmaságát, megtagadta részvételét a jeruzsálemi ortodox vallási bíróság tárgyalásán, ezért Köves Lomó szerint a mazsihisz nem zsidó felekezet, Köves azt állítja, a zsidó emberek közötti vitás ügyeket Bédin előtt kell rendezni. Legyen így.
Írja Heiszler András május 6-án. A mai napon, mint zsidó ember, keresetet nyújtottam be Köves Lomóval szemben a magyarországi Bédinhez, melynek feje dr. Frölich Robert főrabbi befogadta a dokumentumot. Köves Lomó az amerikai Zsabád mozgalomhoz tartozó emik vezető rabbija, ugyanis az elmúlt időszakban több alkalommal tett közvélemény előtt rám nézve sértő megjegyzéseket, legutóbb ateistának és Isten létezésében bizonytalan textilvállalkozónak nevezett. Várom Köves Lomó megjelenését a vallási bíróság a Bédin előtt, álljon helyt kijelentéseit, ha nem jön el, azzal a saját véleménye szerint kérdőjeleződik meg személyének és az általa vezetett közösségnek zsidósága. Ezt a lehetetlen egyenletet pedig nem én, hanem Köves Lomó állította fel, sajnálom. Hát ez a zsidó Virchaft idézőjelben második, harmadik fejezete, vagy magyarázat arra, hogy egyáltalán miért mondja az ember, hogy Virchaft. Na most ugye te nem jelentél meg, azt mondtad, hogy hogyan lehetne pártatlan a Bédin, amikor három olyan személy volt benne, akiket valamilyen módon az életük a mazsihiszhez köti, ugyanakkor a mazsihisz pedig azt tette nyilvánvalóvá a világi népszava számára, hogy az emik nem volt hajlandó semmilyen embert delegálni ebbe a testületbe, amely egyébként Heiszler Andrásnak adott igazat. Ez a történet, ez micsoda? Először is annak örülök azért, hogy ez a bíróság kimondta, hogy Heiszler András nem ateista, mert a nyelvész bevonásával azért sikerült kimondani, és az engem megnyugtat, hogy van egy világi elnöke egy zsidó hitközségnek, akiről még végül is a Bédin kell, hogy kimondja, hogy nem ateista. De most vissza félretéve, tehát azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy olyan bíróság, aminek a tagjai azok alárendelt viszonyban vannak, a felperessel szemben az függetlennek tekinthető. És akkor is, hogyha különben ez a bíróság nem a mazsihisz rabjaiból, hanem az emik rabjaiból állt volna, akkor sem mentem volna egy ilyen bíróságra, mert akkor viszont velem szemben lettek volna alárendelt viszonyban. Tehát ez szerintem minden józan, ehhez nem kell rabbinak, vagy vallás szakirodalomban nagy tudással rendelkezni, hogy az ember fölismerje, hogy ez itt teljesen abszurd. Jó, magyarul te arról beszélsz, hogy... Ez pontos elmondjuk annak, hogy a másik ügyben egy a teljesen független, magyar viszonyoktól teljesen független, nem fölé és alárendelt viszonyban lévő bírósághoz. Jó, fordult, jó, ezt akkor mondjuk, de várj egy pillanat, magyarul ki... Ne, a szöveg zene arányt nézzük, akkor nem állok jól, mint zene. Igen? És amúgy különben ez a bíróság, amikor megküldte a meghívóját felén, akkor én föltettem neki kérdést, hogy szeretném érteni, hogy ők miért nincsenek alá felé rendelt viszonyban. A felperessel, amikor a szóhalálok a zsidó Károlyok kódexe kimondja, hogy bármilyen ilyen felé alárendelt viszony érvényteleníti a bíróságnak a függetlenségét, erre nem tettem választ, nem kapta egy újabb meghívót. Jó, erről meg azt írják, hogy a rabbinikus testület felkérte szakértőnek Kálmán László nyelvészt, aki nem találta megalapozatnak Köves Lomó állítását, de én azt kérdeztem, hogy, vagy azt kérdezném, hogy magyarul Magyarországon nem működik olyan vallási bíróság, aminek egyébként te a mazsihisszel való vitádat alá tudnád vetni. Hát hogy tudna létezni ilyen bíróság? Hogyha van egy negyedik kis zsidó ütközség, amelyek, ha azt lehet függetlennek tekinteni, akkor persze lehet, hogy nézhetne, de ilyen nincs. Értem, magyarul, akkor te mit kezdesz ennek a Bédinnek a döntésével, amelyet nem publikálnak, ezért gondoltam, hogy a másik testület se publikálja, de lehet, hogy ahány Bédin, annyi szokás, én ezt nem tudom megállapítani, ám az érintettek azt nyilvánosságra hozhatják. A vallási bíróság kimondta, hogy Heiszler Andrásra vonatkozó tényállítás téves, egyúttal felhívta Köves Lomó figyelmét a talmudi alapelvek betartására. A bíróság ugyanakkor kitért arra is, hogy mindez Heiszler András, mint magánszemély irányában lehet sérelmes és orvoslandó, magyarul a vallási bíróságnak ilyesfajta károkozásról nincs ismerete, Heiszler András azonban ilyen keresetet indíthat világi bíróságon. Ezzel nekem kezdeni való nem nagyon van. Én ugye csak, hogy emlékeztesselek, egy olyan szöveget idéztem, amit maga Heiszler András mondott saját magáról, azon a kapcsolatban, hogy hitte Istenbe, és amúgy pedig azt, hogy még egyszer mondom, azt, hogy a bíróság kimondta, hogy tévedtem, és Heiszlandák nem ateista, én ezt örömmel nyugtázom, szóval ennyi kezdeni valóban ezzel.
hiszen egyébként te azt mondtad, hogy köztudott, hogy Helyszre András egy becsődölt textilvállalkozó, másrészt a sajtóban fél éve megjelent interjúban a hitét firtató kérdésre Helyszler maga vallotta be, hogy az ő életében 86. október 23-án volt az utolsó olyan pillanat, amikor nem lehetett nem hinni a gondviselésben. Ez így van, de azért ha a nagyobb kontextust akarjuk nézni, akkor ennek az egésznek nem csak a dolog nyelvi, filológiai része volt, amit érdekesnek és figyelemfelkeltőnek találtam, hanem önmagában az az abszolút helyzet, hogy Magyarországon van egy olyan egyház, amelynek a egy személyi képviselője nem egy egyházi ember, nem egy pap, egy rabbi, hanem egy olyan világi ember, aki közismerten valóban csődbe vitte először az édesapja által ráhagyományozott textilvállalkozást, majd átnyergelt a mazsinik élére, és többször kinyilatkozta, és ezt amúgy a legújabb eljárásban is lehet látni, hogy ő nem a vallás érdekli, miközben egy zsidó egyházat vezet. Tehát akkor kérem szépen, az teljesen legitim, hogy valakit nem érdekli a vallás. Egy szabad országban élünk, mindenki eldöntheti, hogy érdekli a vallás, vagy sem, csak én engem például nem érdekel a box, így nem leszek egy box sportegyesület vezetője. Hát izgatottan várom a fejleményeket. Két hónapra szabadságra megyek, arra abban az időszakban nem leszek képes követni ezt a nagy nyilvánosságra, de szeptemberben feltétlenül visszatérek rá. Sok sikert az életben, és azon kívül